akár 100 000 forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak a Szekszárdi önkormányzattól a járvány miatt nehéz helyzetbe került kisvállalkozások. Ehhez pályázniuk kell június 30-ától. A tervek szerint 1000 a Tolnai megyeszékhelyen működő kisvállalkozásnak tud így a város segíteni. A pályázati felhívása a szekszárd.hu internetes honlapon érhető el. A 10 millió árbevétel alatti és 10 fő alatti cégek pályázhatnak, erre az alapot a képviselődíjak megfelelésében számára összeg szolgáltatja. Nem ez az egyetlen eredmény, amit Szekszárd vezetése a gazdasági szakemberekből és cégvezetőkből álló öttagú bizottsággal együtt dolgozott ki. Kocsmár István, a gazdasági kerekasztal vezetője azt mondja, ők vállalkozóként létrehoztak egy pénzügyi alapot, amit arra fordítanak, hogy ötletpályázatot írjanak ki a Kálvária kilátó felújítására. A beérkezett pályamunkákat megveszik és ingyen átadják az önkormányzatnak, ami így már előre elkészített tervek alapján tud forrást fordítani a beruházásra. Valóban szó, hogy a tervpályázatnak az elkészítését, illetve a tervpályázaton részvevők díjazását a gazdasági kerekasztal fogja teljesíteni. Emellett a gazdasági kerekasztal tagjai egy 10 milliárd forintos belterületi úthálózat felújítás tervét is kidolgozták, ami akár több lépcsőben 4 év alatt valósulhat meg a Tolnai megye székhelyen. A közműgazdákkal egyeztettünk. Nagyon sok helyen nagyon öregek az ivóvíz, illetve a szennyvíz csatorna vezetékek, tehát ezeket is figyelembe vettük, illetve mindenki tudja, hogy a Kadarka utcának a vége egy eső után hogy néz ki. Oda is egy csapadék csatorna rendszert terveztünk be. A gazdasági kerekasztal tagjai ezek mellett azt is szeretnék, ha a városban és annak környékén található nagyjából tucatnyi körforgalmat egy-egy helyi cég vagy civil szervezet, esetleg sportegyesület fogadná örökbe, majd pedig tartaná karban. A cél, hogy ezek a közlekedési objektumok egyféle városmarketing elemként bemutassák Szekszárd értékeit. A Tolnai megyeszékhelyen a járvány kezdete óta egyébként a város vezetése nem most először segíti a vállalkozókat. Ács Rezső korábban például már csökkentette a cégek ingatlanadóját.